életét vesztette a férfi, aki autójával a patakba zuhant. Kitűzték a székely zászlót a városházára. Egyre több az illegális szemét a szőlőkben. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Patakba zuhant és meghalt egy férfi vasárnap hajnalban Gyöngyös határában. A baleset körülményeit még vizsgálják. A Gyöngyös halász felől érkező autó Gyöngyös határában kanyarodás nélkül áthajtott 5 sávon és fékezés nélkül zuhant a nagy patakba. A mederben az áradások miatt most a szokásosnál is jóval magasabb a vízszint, helyenként az 1 métert is meghaladja. És bár a szerencsétlenül járt 24 éves helyi férfi be volt kötve és a légzsák is kinyílt, nem élte túl a balesetet. Azt egyelőre nem tudni, azért hajtott-e tovább egyenesen, mert rosszul lett vagy elaludt a volán mögött, mint ahogyan az sem a zuhanás következtében szerzett sérüléseibe halt bele vagy vízbe fulladt. Ezt, mint ahogy a baleset egyéb körülményeit is még vizsgálják. Az autó valószínűleg órákig volt a mederben, mire egy arra haladó busz sofőrje észrevette és értesítette a hatóságokat. 7 óra 15 perckor érkezett a bejelentés egy gépjárművezetőtől, miszerint Gyöngyös határában a 3-számú főúton történő közlekedése során az úttest mellett lévő patakban a vízben egy személygépkocsit vett észre. A gyöngyösi rendőrkapitányság lefolytatta a helyszíni szemlét, mely során megállapítás lett, hogy abban egy 24 éves gyöngyösi férfi sofőrként foglalt helyet, aki a helyszínen életét vesztette. Ahhoz, hogy a vízzel megtelt autót ki tudják emelni a mederből, Miskolcról hoztak emelődarut. A mentés idejére a 3-as főút érintett szakaszát lezárták. A kiérkező gyöngyösi tűzoltóknak a saját technikája nem volt alkalmas arra, hogy a gépjárművet kiemelje a patakból, hiszen másfél méter magasan ellepte a gépjárművet a víz, így Miskolcról egy speciális tűzoltódarú vonult a helyszínre. A baleset után egy ideig azt sem lehetett tudni, egyedül volt-e a sofőr. Most arra azonban már kizárták, hogy többen is ültek volna az autóban. Módosította az önkormányzat és a kistérségi társulás közötti megállapodást legutóbbi ülésén Gyöngyös képviselőtestülete. A képviselők elfogadták a Gyöngyök 2013-as munkatervét, és arról is határoztak, szombaton is nyitva tart téli időszakban a strand. Mint arról korábban már hírt adtunk, a gyöngyösi képviselőtestület múlt hét csütörtökön elfogadta a város 2013-as költségvetését. Emellett pedig utolsó alkalommal módosította a 2012-es büdzsé számait. Mint az előterjesztésből kiderült, a helyi adó bevételek a korábban tervezettnél mintegy 370 millió forinttal nagyobb mértékben teljesültek. A képviselők módosították a városi önkormányzat és a kistérségi társulás közötti megállapodást, amelyre a járási hivatalok feladatát vállalása miatt volt szükség. A testület úgy döntött, nem biztosít plusz forrást a strand szombati nyitvatartásához. A grémium még korábban határozott úgy, hogy a téli időszakban szombaton is legyen nyitva a fürdő. A mostani ülésen pedig az is kiderült, hogy mindennek 3-4 millió forintos költsége van. A képviselők megbízták a Sportfólió Kft. Ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki a nyitvatartás feltételeit. A testület megtárgyalta és elfogadta a Gyöngyök Kulturális és Közgyűjteményi Központ 2012-es beszámolóját és 2013-as munkatervét. Ez utóbbiból kiderül, hogy a Gyöngyök idén is megtartja valamennyi nagy rendezvényét. A bornapokat május 24-e és 26-a, a Gyöngy Nemzetközi Folklór Fesztivált augusztus 5-e és 10-e, a szüreti napokat pedig szeptember 27-e és 29-e között rendezik. A képviselőtestület Kévés Tamás jobbikos képviselő egyéni indítványára úgy döntött, hogy kitűzi a Városháza homlokzatára a nemzeti összetartozást jelképező székelyzászlót, amelyet az ülés után ki is helyeztek. Szaporodnak az illegális szeméthalmok már a szőlőkben is. A gyöngyösi hegyközség területén az utak melletti ültetvények közvetlen közelében egyre több a veszélyes hulladék, a kommunális hulladék és az erjedő ételmaradék. Ez legalább minimum 2 nagy konténer szemét, de lehet, hogy több lesz, amikor összeszedjük. Dühös és elkeseredett a gyöngyösi hegybíró. Törköly, rossz cipő, üres üvegek, festékes doboz, rothadó narancshéj. Az erjedő hulladékokat már a darazsak is felfedezték. A probléma ugyanaz évről évre, csak a szeméthalmok nagyobbak és egyre szaporodnak, nem kis bosszúságot okozva a szőlős gazdáknak, akik legtöbben csak a tavaszi metszéskor veszik észre, hogy a földjük végén leraktak valamit. Ha megyünk a olasz rizling fele arra is, amerre csak az ember lát. Erre is, ha itt kimegyünk az elágazáshoz, tele van szeméttel, amit nem lenne helyes. Ez van sajnos.
A hulladék elszállítása már a gazda dolga, ha nem akarja szagolni, nem szeretné kerülgetni, vagy nem akarja, hogy mellé pakoljanak. Az útkereszteződésekből pedig a hegyközség szállítatja el évente többször is. Ennek a hulladéknak az elszállítása, ami itt van, ez is csak ez a kupac, ez körülbelül egy olyan 100 000 forintot kóstál, de még ha többit is összeszedjük, akkor meg lehet nézni, hogy mennyibe fog kerülni az egész. Sajnálatos módon ezzel az a probléma, hogy le lehetne adni a hulladékot az AVE telephelyén, mert van ingyenes lehetőség leradni X mennyiséget. De nem csak a szőlőkben, hanem a közút mentén ugyanúgy lerakják, akár csak az erdőkben. Ezen a sástóhoz közeli ösvényen sörös üvegek, műanyag hulladék, sőt, kiszolgált hűtőszekrény és tévé kandikál ki a száraz avarból. A felgyülemlő szeméthalmok bárhol is szaporodnak, elszállításuk az ingatlan tulajdonos feladata. Több mint 500 kiállító ajánlatából válogathattak a hétvégén az utazni vágyók a 36. utazás kiállításon, ahol a Mátra és térsége is bemutatkozott. Az idén nagyobb hangsúlyt fektettek a fesztiválokra és az online turisztikai ajánlatokra. Gyöngyös és a Mátra az idén az észak-magyarországi régió standján kínálta látnivalóit, népszerűsítve a térség természeti kincseit. Az idei szezonban a turisztikai szakemberek csomagajánlatokkal csalogatják a turistákat a Mátrába. Ezek főleg szállásajánlatok, illetve wellness-szel összekapcsolható, élménydús, aktív turizmussal összekapcsolható szállásajánlatok, de ezen kívül fókuszálunk természetesen a nyári rendezvényekre, vagy az őszi szüreti napokra, és próbálunk már most arra készülni, hogy garantált programokat szervezünk az ide látogatóknak. Az idei utazás kiállításon nagy hangsúlyt fektettek a fesztiválok népszerűsítésére, és Bozsik István alpolgármester szerint minden fórumot ki is kell használni a vendégcsalogatás és a turisztikai kínálat népszerűsítése érdekében. Nagy örömmel szolgált, amikor kb. Egy héttel ezelőtt olvastam a tavalyi turisztikai adatokat, és kiderült, hogy Gyöngyös, illetve a Mátra bekerült a 20 legjobb és leglátogatottabb idegenforgalmi látványosság közé. Gondolom, hogy ennek az elmúlt évek beruházásai az elsődleges okai. Nyilván a két mátrai négy csillagos szálló, illetve nyilván a Sástónán megnyílt adrenalin park, illetve most már a működő és a kibővült szolgáltatásokkal rendelkező Hotel Opál is. Ez a folyamat most a megújuló Sástóval folytatódik, ami remélhetőleg még több kerékpáros és gyalogos turistát vonz majd a Mátrába. A borturizmus, a falusi turizmus pedig tovább növelheti a látogatottságot. A kiállítás belföldi díszvendége Nyíregyháza volt, a külföldi pedig Szlovákia. A standokon kóstolókkal, bőséges gasztronómiai kínálattal, színes műsorral csalogatták az utazni vágyókat. Több száz óvodást láttak vendégül a Kálváriaparti általános iskolások a hagyományos éves sportnapon. A 9. alkalommal megszervezett rendezvény célja, hogy játékos formában népszerűsítsék a gyerekek körében a testmozgást. Tavaly még ezek a gyerekek is vendégként vehettek részt a rendezvényen. A Kálváriaparti általános iskola elsősei ezzel a zenés gimnasztikával kedveskedtek a Kálvária sportnapra ellátogató több száz óvodásnak. Követve az elmúlt 8 év hagyományait, a rendezvényt idén is a házigazdák sportbemutatójával nyitották meg. Az iskola igazgatója elmondta, a tornaterem mérete miatt a jövőben is csak a város 9 óvodája vehet részt ezen a rendezvényen. Sajnos a környékbeli települések óvodásai nem tudjuk fogadni, hiszen ma több mint 450 óvodás fog megérkezni a városból, és az ő szállításuk, idehozataluk komoly logisztikai feladatot, egyeztetést igényel. Mivel az óvodáskorú gyerekeknek nagy a mozgásigényük, az óvónőknek többnyire nem kell noszogatni a kicsiket a tornafoglalkozásokon. Az ovisok közül sokan már azzal is tisztában vannak, hogy miért jó sportolni. Azért, mert erősíti a csontunkat. És te mit szoktál sportolni? Futni. Az ovisok jó munkának tartják a sportnapot, és élvezik, hogy az iskola hatalmas tornatermében versenyezhetnek. A rendezvényen azonban nem vehetett részt minden óvodás. Rendszerint a nagycsoportos korúak, tehát a tankötelesek, akik iskolába készülnek, annál is inkább, hogy így is talán az óvodaiskola átmenetet könnyítjük azzal, hogy várják, hogy majd az iskolába mi vár rájuk.
Bár a sportnap végén kihirdették a sorverseny legeredményesebb csapatainak névsorát, a szervezők idén is figyeltek rá, hogy egy jobb is se távozzon üres kézzel. Az NB1-es férfi kézilabda bajnokság alapszakaszának utolsó előtti mérkőzésén a B-Bron Gyöngyös a Csurgót fogadta hazai pályán. Gyöngyösi győzelem esetén Nagy Károly legénysége biztos hatodikként várhatta volna a folytatást, ám a mérkőzés másként alakult. Szándékosan fiatalokkal kezdtem, úgy éreztem, hogy az erőt így betudva, mindig változtatva lesz esélyünk. Nem tudtuk megismételni a kapus teljesítményt, ami kellett volna hozzá. A fiataljaim nem bírták ezt a terhet, nem voltak elég kemények se támadásba, se védekezésbe. Aztán hoztam a Bakos Dávidot, aki most már napok óta, vagyis most már X ideje nem tud teljes értékű edzésmunkát végezni, ahogy az játékában is meglátszott. Szabó Peti elfáradt, próbáltam a Frejt, a Szabót forgatni. Utána jött Attila, ő hozott egy új szint, ami átlökött bennünket, ott úgy éreztem, hogy újra van esélyünk. Az esély azonban nem vált valódi előnyé, és a görcsös akarás vereséggel párosult. Igen, talán görcsösek voltunk egy kicsit, és azokban a helyzetekben, amikor be kellett volna lőni a helyzeteinket, az nem sikerült, vagy a védekezésben nem úgy voltunk olyan feszesek, ahogy kellett volna, és így nem tudtuk átvenni a vezetést, vagy nem tudtuk döntetlenre hozni. Volt azért a meccsnek egy pillanat a második játék rész elején, amikor úgy tűnt, hogy sikerül fölzárkozni a 20-18-as állás környékén, emlékszem rá, és akkor kimaradtak az ígyszerek, ez az idegességnek volt betudható talán? Hát én is annak tudom ezt mondani, de nem volt olyan sok jó teljesítmény igazából. A Csurgó végül 24-20 arányban megnyerte a találkozót. A Gyöngyös hatodik helyezése immár a Pikszeged-Balatonfüred mérkőzésen múlik, ami remélhetőleg szegedi győzelemmel zárul majd. Tavaly ugyanannyi alkalmazott volt Heves megyében, mint 2011-ben, a keresetek növekedtek, de az infláció alatti mértékben. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 223 ezer forint volt tavaly, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH felmérése alapján a Heves megyei bruttó és nettó átlagbérek a hatodik legmagasabbak voltak az országban. Most a benzinesek is örülhetnek. Csökkenti bruttó 6, illetve 2 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. A csökkentéssel a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi átlagára 430 forint, a 95-ös benziné 433 forint lesz. A MOL egy hete hétfőn 2 forinttal mérsékelte a gázolaj nagykereskedelmi árát, a benziné akkor nem változott. Gazdasági híreink végén pedig nézzük, hogyan alakultak a nap végén a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 410, a MOL 16.980, az OTP 4.702, a Richter 34.560, a TVK 1.885 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 18.694 ponton zárt, ami a legutóbbi értékéhez képest 154 pont csökkenést jelent. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Tragikus baleset Gyöngyös határában. Kitűzték a székely zászlót a városházára. Szaporodnak az illegális szemét halmok már a szőlőkben is. Több mint 500 kiállító ajánlatából válogathattak az utazni vágyók a 36. utazás kiállításon, ahol a Mátra és térsége is bemutatkozott. Több száz óvodás mérte össze ügyességét a 9. Kálvária sportnapon. A hétvége és a mai nap eseményeinek összefoglalóját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, a viszontlátásra!